1956-os forradalom és szabadságharc használni kívfordulója alkalmából kerül megrendezésre. A konferencia a II. Rákóczi-Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Génius Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében valósul meg az 56-os emlékbizottság támogatásával. Rendezvényünk kezdetén énekeljük el a Génius. Thank you.
társadalom és civil szervezetek megjelent vezetői, a KMKZ és a KMPS elnökségének jelenlévő tagjai. Köszöntöm a konferencia házigazdáit. Boris Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, Kárpátaljai megyei tanácsi képviselőt. Váradi Natáliát, a Génius Jótékonysági Alapítványi Odavezetőt. Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és szeretettel köszöntöm minden kedves megjelent vendéget. Tisztelettel felkérem Bocskó Andrea, Európa Parlamenti képviselőt, köszöntője megtartására. Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök és Urak, Rektor Asszony, Főkontróra, kedves kollégák, vendégek. Tisztelettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc levelésének, a szovjet csapatok bevonulásának 60. évfordulója tiszteletére rendezett emlő konferenciát. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy egykori Alma Materemben üdvözölhetem Önöket, mint a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője. A magyar történelem, mint tudjuk, számos jeles dátummal és eseménnyel rendelkezik, melyek összekötik a nemzetet, és amelyekről fontosnak tartjuk megemlékezni évről évre. Ezek az események összekötnek minket, magyarokat, a világ bármely pontján is. Ezek sorában kiemelkedő 1956. október 23-ára való emlékezés, amikor is a magyar múlt azon tényes napjára emlékezünk, amikor fiatalok ezrei kivonultak az utcákra, és félelem képtelyek miatt jött, felvették a harcot a szovjet elnyomó rendszer ellen. A győzelem és a dicsőség mámora azonban nem tartott sokáig, hisz november 4-e komor őszi szürke hajnalán már elindultak a szovjet tankok, és elkezdődött a forradalom vérbefolytása, egy olyan forradalomnak a vérbefolytása, amely a szabadságvágyról, az igazságvágyról és a fiatalok lelkesedéséről szól. Emellett elmondhatjuk azt, hogy a forradalom felvelése egy olyan esemény sornak volt a kezdete, ami a Magyar Népköztársaság szocialista mintájú berendezkedését rögzítette néhány évtizedre Magyarországon is. A világ felháborodva ugyan, de tétlenül figyelte a magyar nép küzdelmét, és nem tettek a segítségére. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy ez a nap is jeles napon a magyar történelemnek, de másképp. Ez a magyar történelem gyásznapja, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az emlékezés napja. Az emlékezés napja, amikor a magyar forradalom hőseire emlékezünk, azokra is, akik életüket áldozták ezen esemény sor kapcsán, és azokra a hősökre is, akik még közöttük vannak, de mindent megtettek, hogy méltó részesei legyenek a forradalomnak. 1956 üzenete ma is nagyon sokszor, hisz napjainkban is nagy érték a szabadság, az önrendelkezés, és nagyon fontos a magyar nemzet egysége. 1956 volt az első olyan esemény a magyar történelemben, Trianon után, amely szimbolikusan egységbe kovácsolta a Magyarországtól elszakított területek magyarságát, hisz a zajnaországi eseményekre válaszolt mindenütt szimpátia mozgalma kezdődtek, és később a forradalom levelése után a megtorlásokban is egyaránt részesültek ezek a résztvevők. Mi tudjuk, hogy a Kárpátalján is jó néhányan kivették a szimpátia mozgalomban, de a megtorlásokban és a tüntetésekben is. Emlékezzünk tehát együtt 1956 hőseire,
őrizzük meg emlékezetünkben, és adjuk tovább a következő generációknak is ennek a forradalomnak a nagyságát, a dicsőségét, és az utókornak is büszkén kell majd vállalni a 1956 örökségét. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntöm Önöket az Ungvárnagy Konzulátus nevében. A mai napon megrendezés a kerülő konferencia témája megkötések nélkül 56-ról. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot fűzzek a mai naphoz. A magyar nemzet számára nem ért véget a küzdelem a II. Világháború befejezésével. Megszállás követett, és mi szakadatlanul harcoltunk az idegen uralom, az élet minden területét megnyomorító kommunista diktatúra, a kitelepítések, a bebörtönzések, a kiszolgáltatottság, a félelem és a rettegés ellen. Mi magyarok nem tűrjük a rabságot, mindig készek vagyunk harcolni a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, ezekért az értékekért a legnagyobb túlerővel szemben is felveszik a harcot. 1956-ban egy évtizedi megalázottság, elnyomás és lelki megsemmisítés után saját kezünkbe vettük a sorsunkat. A világ visszafolytott lélegzettel figyelte az diszpuszívű magyar forradalmának lelkesedését, elszántságát, bátorságát és vakmerőségét, amelyel szembeszálltak az akkor elnyomó rendszer ellen. Azok a fiatalok, akik 60 évvel ezelőtt az utcára mentek, hétköznapi fiatalok voltak. Ám 1956. októberre hősiességet és önfeláldozást töltött, és a gondolkodás nélkül az életüket áldozták a szabadságért és a függetlenségért. Köszönettel és hálával tartozunk 56 igazi hőseinek, az októberi ifjaknak hősieségükért, az a szeretetükért, tiszta, áldozatos küzdelmükért, amivel kivívták az 1956-os forradalom és szabadságharc küzdelmét. Azonban 60 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én, a mai napon véget ért egy álom. A várvárt szabadság nem jött el, helyette megtorlás és véres terror következett. 1956 azonban világtörténelmi esemény volt. A rendszerváltozás óta eltelt negyed század kellő távlatot nyújt ahhoz, hogy 56 hősei az őket megillető méltó helyükre kerüljenek a nemzeti emlékezetben, és 60 évvel a forradalom és szabadságharc után végre visszaadjuk a forradalom dicsőségét azoknak, akiket megillett a hétköznap hőseinek. A szabadság a legfontosabb nemzeti értékünk. A szabadság azt jelenti, hogy magunk döntünk magunkról. Nem hagyjuk, hogy más állam, nemzetek érdekeiben folyásoljanak bennünket, mi tudjuk csak, hogy mi hogyan szeretnénk. A szabadságot ma is, holnap is, minden nap meg kell védeni. Szerencsére manapság már döntően nem fekve erre, hanem okosan érvelve közéleti, politikai, kulturális és diplomáciai eszközökkel. És ebben a munkában minden magyarra szükség van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Egyházi pillanatnyi méltóságok, kedves 56-os srácok, lányok, akik Kárpátalján a magyar néppel együtt dobbant a szívetek, és értünk tettetek. 56 az itt élő magyarságnak egy olyan helyzetet hozott, ami újra remény pillantott fel, hisz a kárpátaljai magyarság a 20. században mindig egy más valóságban élt, és mindig egy virtuális magyar világban. Az utolsó szakasza ennek, az 56 előtti időszak, különösen nehéz volt, hisz egy évtized telt el a Málenki Robottól, ahol a férfiak megtapasztalták a szovjet valóságot, éppen hogy hazaértek, és mindenki reménnyel fordult szívében, lelkében az iránt, hogy hát ha újra változhat valami. De ezt csak családi körben merték megtenni.
otthon, a zárt világban hallgatva a Szabad Európa Rádiót, a rádiót, a Kossuthot, de kevesen voltak, akik a magyar nép lelkiismereteként, a kárpátaljai magyarság lelkiismereteként cselekedtek is. Dupla kitüntetés jár nekik a mi részünkről, az utókor részéről, hiszen helyettünk, hiszen a csendesek helyett mertek megszólalni a kommunizmus legkeményebb világában, ahol nagyon-nagyon kemény tapasztalatokkal rendelkeztek, már ismerősökkel által, rokonok által, hogy egyáltalán tudták, hogy már árvaként élnek itt ezen a világon. De hogy ők cselekedtek, ezzel bizonyították, hogy a kárpátaljai magyarság a magyar nemzet, a magyar közösség része, az együré tartozás része. És ezt a magyar nemzet legnagyobb része nem felejtette el. Nem felejtette el, hisz 2010-ben ennek tanú bizonyságául, hogy egy és oszthatatlan a nemzet összetartozunk, elfogadták azt a törvényt, ami az itt ülők számára kinyitotta a világot, újra Európává tette. Ennek köszönhető, hogy immár Kárpátalját is képviselhetjük az Unióban, hogy felhívhatjuk a mi problémáinkra a figyelmet, hogy a fiataljaink előtt kitárult a világ, és mindenki számára egy teljesen új kezdet van. Ma nemzeti gyásznap van. Nemzeti gyásznap van, amit azok a fiatalok, akik őszfejjel, de fiatal lélekkel itt ülnek közöttünk, már nem november 4-én, hanem sokkal korábban láthattak, hisz a szovjet tankok már itt álltak a főtéren, itt voltak a határ irányába állítva, a környező falvakban mindenütt. Látták, mi vár a hősies magyar népre, és ennek ellenére, míg lehetett, cselekedtek, s vállalták annak a következményét. Úgyhogy ma korlátok nélkül beszéljünk a győzelemről, emlékezzünk arra, hogy hogyan ért véget, de emlékezzünk arra is, hogy bár megtorlás következett, de onnét kezdve eljött egy enyhülés is, még számunkra és a kárpátaljai számára, hisz ha addig nem lehetett magyar újságot venni és könyvet Kárpátalját, onnét kezdve a faj kicsit oldódott. Még egyszer mondom, mindez köszönhető azoknak, akik október 23-án felemelték a Lyukastrászlót, és akik vállalták ennek a felelősségét. Most mindazokra, akik velünk vannak, és mindazokra, főleg azokra, akik már nem lehetnek itt emlékére, egy perc néma tűnhatásra emlékezni. Nagyszerűségével, tisztaságával,
világcsodák kiváltó teljesítménye, világkívül maradandó forrás. Korszakos jelentőségű tehát, mert az, miközben az 1950-es évek magyar valóságának a kérdéseire kereste a választ, több is volt privát magyar ügynél. Ezért dobogott a világ színe 1956-ban Magyarországon. 60 éve, hogy a magyar nép kimondta. Elég volt az ezrek káváriáját eredményező, 10 milliónyi ember lelkét megsebző szabadság nélküli diktatúrával. Októberünk elszánt bátrai fölkeltek, hogy jobb helyét tegyék a hazát. Tettüket a haladó világ rokonszerve kísérte, és azon belül a megtévesztés ellenére igen sokféleképpen fejezték ki vele együttérzésüket a Kárpát-medence magyar nemzetészet. Sőt, 1956-ban oda került a magyar és a lengyel nép közös emlékeimhez is. A forradalomról személyes élményeket őrző kortársakban máig az élő emlékezet része, és része maradt természetesen, hogy az október 23-i magyar ünnepünk a lengyelekkel való szolidaritás jelszavaival vonultak a városok utcáin. Varsóban viszont egyszer tömegek tették el vasúti pályaudvarokat, mert az a szóbeszéd terjedt városszerte, hogy a magyar árva gyerekeket viszik vasúton a Szovjetunióba. Szerencsére az értesülés rémhírnek bizonyult, hogy a varsóiak mentő szándéka a lengyel segítségnyújtás több formájával a szívet melegítő igazgatóság szép példája volt és maradt, amely most is kötelez bennünket. Tisztelt konferencia, kedves vendégek! Azért is vagyunk a világon, hogy emlékezzünk. A közös múlt emléke ugyanis magunkba építve, nemzet megtartó és nemzetépítő erő, amely így a jövőnket is meghatározza. A 1956-os forradalmi szabadságharc 60. évfordulójának a méltó megünneplése, a forradalom hősei iránti tisztelet kifejezése, valamint 1956-os nemzeti örökségünknek a kívánatos széthozhatósága, nemzetegyesítő közös emlékké tétele vezette a magyar kormányt, amikor 2016-ot emlékévvé nyilvánította. Az éves időtartam lehetőséget biztosított arra, hogy úgy gyűjtsük össze a még rejtőzködő forradalmi emlékeket, amint azt Bartók és Kodály tette a magyar védelmekkel. A második Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola úgy kapcsolódott az évforduló programjához, hogy az anyaországgal együtt emlékezett a forradalomra, a magyar forradalom szimbólumára, Nagy Imre miniszterelnökre és mártírtársaira, valamint az 1989-es újratemetésen a 6. koporsó jelképezte minden áldozatra. De 1956 kivételes pontosságát saját rendezvényel a Kárpát-medencei tudományos konferenciával is hangsúlyozni kívánta. Bízom benne, hogy az elhangzó előadások sok új és hasznos ismerettel gazdagítanak bennünket, amelyeket a kísérő gondolati és érzelmi hatásokkal a kor viszonyait is hordozó egész történelmünk szervezhetjük magunkban. A Nagy Imre Társaság és annak szabolcs szakmár beregvédő szervezete nevében kívánom, hogy a konferencia eredményeként érzései legyenek ünnepélyen fülösbetűségek. Az emlékezés erősítse meg bennünk az elhatározást, hogy a Nagy Imre és az 1956-os hősök mártírok teste fölötti kis halmokat lelkünkben égi katedrálissá emeljük. Sikeres tanácskozást kívánok! Köszönöm a tiszteletet!